a szerződés aláírva, hiteles, meg minden, úgyhogy gratulálok, maga lesz a sorozat következő részének a sztár. Na, indulhat a növekedés! Előtt van a reggel! Sziasztok, Trambinátorok! Én vagyok, és ez meg a Mikroszkóp alatt című sorozatomnak a hatodik része. Már régóta adós vagyok nektek ezzel a résszel, mert az előző részhez 100 lájkot kértem, és ahhoz képest több mint 200 lájk van már a videón, úgyhogy hát most jött el az ideje, mit mondjak. Volt egy kisebb kényszerszünet a videózás terén. Egyszerűen annyi munkám volt, hogy még gondolkozni sem volt időm, hogy milyen videó legyen, nem hogy leforgassak egyet. Komolyan úgy elfáradtam év végére, hogy olyan voltam már, mint egy zombi. Jó van már, azt mondtam, hogy olyan voltam, nem az, hogy zombi vagyok. Ezt megúsztam. Szerencsére most ehhez a videóhoz kapok segítséget, mert itt van velem Mili professzor, aki a téma nagy szakértője. Üdvözlöm, professzor! Kérem, nem mehetnék inkább haza? Hogyne, persze, amint leforgattuk ezt a részt, bemutatkozna a nézőknek? Elrabolt itt ez az ember, és kényszerít, hogy szerepeljek ebbe a... Köszönjük, professzor úr! Na, hogy mivel is készültem nektek? Hát csak a szokásos dolgok lesznek, növények, tárgyak, meg rovarok, és most kivételesen találtam egy kis férget is. Segítség! Igen, őt is, meg egy másikat is, ami itt rejtőzik ebben az üvegben. Kezdjük is el ezzel a rovarral. Például professzor kommentálná, hogy mit látunk a videón? Ez egy a futóbogarak családjába tartozó, ragadozó fajta rovar, és kérem, hogy aki ezt hallja, az kihívná a rendőrséget, hogy... Micsoda! Adok én neked rendőrséget mindjárt, ahol a életed! Mit mondtam neked? Mi? Mi mondtam? Mondjon, ragyjál nyugodtan magadnak, meg kihagytam az... Ezért tárgyaim különböző pénzek lesznek, Laci Márton kedvéért. Nem mellékesen mondtam már, hogy ha valakinek van valami jó ötlete, nyugodtan a komment szekcióba írja meg, és hát ha a következő videóban az lesz. Hát ez jól nézett ki. Most következzen a féreg. Professzor! Mindjárt csak pisilhetnék egy kis vért előtte.
Mindig ki szerettem volna próbálni, vajon sikerül-e felvenni egy golyóstollat használat közben. Professzor, tudna ajánlani valami érdekes növényt? 298 000 növényi fajt ismerünk, de még rengeteg növényi faj maradhatott felfedezetlenül. Ezek közül ajánlani tudnám... Professzor! Na jó, mindegy, akkor majd szerzünk valamilyen füvet. Bármint ide a mikroszkóp alá, természetesen, hát ki gondolna másra. Milyen füvet is szerezhettünk volna. Rossz az, aki rosszra gondol. Meg ne tudjam. Azt hittétek, hogy én? Na tekerjünk, haladjunk tovább. Fért ebbe a videóba, srácok, örülök, hogy velem tartottatok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, hogyha tetszett a videó, nyomjátok a lájkot ezerrel, mert most 200 lájk után várható majd a folytatás. Ha még nem vagy feliratkozva, akkor iratkozz fel a csatornára, a csengettyűt szépen állítsad be magadnak, hogy értesítést is kapjál, ráklikkelsz, rányomod, és akkor mindenki boldog lesz, még lehet, hogy én is. Mert a csengettyű jó. A csengettyűt be kell állítani, a csengettyű. Én Trembi voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok! Just do